Sziasztok! Én Sisa Hunter vagyok. A mai videó az oblakomononról fog most szólni. És akkor itt is volnék az oblakomononnak a tesztjével. Láthatjuk azt, hogy a doboza az milyen igényes és szép. Ez az mono, ez inkább egy MS széria az oblakótól. Különleges dizájnál és limitált kiadások eredményével. Megnézzük a krámiát. Tök szép. Három máz réteg van rajta. Három színből keverték össze magát a kerámiát. De megnézzük azt, hogy hány grammot is eszik maga a kerámia, illetve milyen is megtömni. Egy zumú strong peach-et fogok most beletömni. Maga a kerámia 18 grammot eszik. De nézzük is meg, hogy milyen használat közben maga az oblakó mono. Lássuk! És akkor itt is van, milyen használat közben az oblakó mono. A magassága magának a kerámiának 12 cm, a szélessége úgy 7,5 cm körülbelül maga a kerámia, ugyanis az elődje, az MS széria, az ugyanilyen hasonló paraméterekkel rendelkezik, az S széria más paraméterekkel rendelkezik, de ez egy előbbi videómban látszik is. Ugye miért vannak itt nekem ezek a kerámiák? Ugye azt hiszi, lássátok a különbséget, hogy ez mitől másabb egy oblakó, mint például ők. Ez az oblakó ugye limitált kiadású, Color Lotus 1-el, Lotus 1 plusza, akár Ignis-szel is tökéletesen működhet ez a fajta kerámia. Hát, nézzük is meg, hogy beindult-e ez a vízipipa, ugyanis 1 perc 50 másodpercnél járok. Megyeket. Szóval 2 perc, 1 másodpercnél járunk, és már kezd beindulni a krámja. 1/3-os kokoszhull van bennem, egy karoldótus egy plusszal, egy oblakó mono, és egy köszönöm a President vízipipának, hogy a Prismavan szintén tudom nektek használni, és ők támogatták ezt a videót, illetve az RNFS vízipipa is. Hát, nézzük is meg azt, hogy milyen is ez a kerámia. Még kicsi kell neki több hő, de úgy 2 perc, 40 másodpercnél járunk. Hát, a kerámiáról már egy ideje nálam van, egy jó barátom küldte nekem. Hát, tényleg amúgy tökéletes, nagyon jó meg van csinálva a kerámia. Ez a kerámia nem repedezik, nem izzad. Szóval ezt nagyon eltalált az oblakó, mivel az előző szériái általában legtöbb embernél elkezd repedezni vagy izzadni maga a kerámia. Ezt az SS szériánál tapasztaltam én is. Az MS szériánál igazából ő egy kicsit ilyen érzékeny kerámia, ezt úgy értem, hogy nem, hogyha mondjuk csináltatok egy pipát, és még mindig rajta a szén és még forró maga a kerámia, akkor hogyha hideg vízzel leöntitek, akkor elkezdett repedezni a kerámia, illetve a következő használatnál izzad is maga a kerámia. Ezt a monónál nem igen veszem észre, mondjuk az oblakoknál már megvárom, amíg kihűl, tehát másnap takarítom el, és dörzsis szivacsal így finoman így áttörölgetem, és akkor nem lesz az a probléma, az MS-nél például így csinálom, azóta nincs probléma, fél éve minimum használom. A kerámia beindult, 4 perc kellett neki. Egy szenet le is veszek. Tehát 3 szénnél, 1/3-asnál 4 perc kell neki, hogy beinduljon. A kerámiáról még annyit tudok elmondani, hogy egy ilyen 2 óra és másfél órát tökéletesen működik, illetve több személyes használatra is megfelelő módon használható.
Ez a monó, ugye láthattátok azt, hogy fehér a belsője. Így ezáltal a kerámia fekete dohányokra alkalmasabb, mint például ők. Természetesen lehet bennük is fekete dohányt alkalmazni, de az oroszoknál, illetve az ukránoknál, vagy akár a németeknél is, ez a kerámia, ebbe a kerámiába inkább fekete dohányokat szoktak alkalmazni, vagy akár mixelni. De szoktak benne világos dohányt is használni, én próbáltam, tökéletes bele. Igazából így ez a kerámia tényleg jó. Ezt a kerámiát azoknak tudom ajánlani, akik ugye nagyobb társaság pipázásra vágynak, illetve fekete dohányt is szoktak használni, és sokszor már, illetve ez egy egyszeri pipázásra is jó, egy hosszadalmas pipázásra is. Ezt igazából azoknak tudom ajánlani, mert jó a kerámia, láthatjátok, 4 perc alatt beindult, jól kihozza az ízt, erőssé teszi a dohányt, és tök jó füstfelhőket lehet vele csinálni. Most már teljesen beindult a kerámia, mint láthatjátok. Tényleg az egyik kedvenc kerámiám lett, ezt így kimerem mondani. A Presidentben lehet kapni oblakó kerámiákat, a Monót nem, őt elvanó.de-n, akár Hookah Black-en, vagy hasonló vízipipa oldalakon meg tudjátok vásárolni a Monót. Igazából ennyi lett volna az oblakóról a teszt. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ezt nem tettétek meg. Én Sisa Hunter voltam, sziasztok!